genetikai apparátusuk az elég rövid, és hogy többé-kevésbé már mindent ismerünk, tudunk róla. Második fél éve vehetnek részt a városban élő nyugdíjasok a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiáján. A kezdeményezés célja, hogy hasznos elfoglaltságot biztosítsanak az idősebb korosztálynak és életkoruknak, illetve érdeklődési körüknek megfelelő programokat biztosítsanak szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Ennek keretein belül az Öregedés művészete című előadást hallgathatták meg. Olyan témát taglal, ami próbál tanácsokat adni az időseknek ahhoz, hogy hogyan éljenek úgy, hogy hosszú és egészséges, kellemes életük legyen. Ők is tudnak még most is tenni ezért, nyilván a fiatalok egy kicsit többet, de ők is, tehát azért próbálom nekik idézőjelben tanácsokat adni. A programtól a nyugdíjasok útmutatást, problémáikra megoldási lehetőséget várnak. Rendszeresen olvasom a Napló újságot, és akkor valahogy úgy most ez a szemembe ötlött, és akkor gondoltam, hogy hát most már én is elértem azt a bizonyos kort, hogy mondhatom, hogy az öregedés küszöbén vagyok, és akkor gondoltam, hogy itt biztos valami hasznos dolgot is hallhatok. A tervek szerint az idősebbek nem csak előadásokon vehetnek részt, hanem a jövőben különböző kurzusokon is. Ezzel is lehetőséget kívánnak teremteni azoknak, akik aktív éveik után szeretnének még tanulni. Hamarosan számítógépkezelői tanfolyam indul fiatalok közreműködésével, így az ismeretbővítés mellett megvalósul a generációk közötti szolidaritás is.